Néhány hete adtuk át ezt a futókört itt a Városmajorban. A kezdeményezés sikerét azt hiszem az bizonyítja legjobban, hogy rögtön egy futókör támogatói Facebook csoport alakult, több mint 100-an vannak már ebben a Facebook csoportban. Maguk a futók álltak össze, és ők alkottak egy ilyen spontán online közösséget, és az ő segítségüket kértük ahhoz, hogy a tájékoztató táblákat kihelyezzük, hiszen ők használják ezt a futókört elsősorban, ők tudják, hogy hol van erre szükség. Erre mutatom. Igen, erre mutatom, hogy a futásra és arra, azzal van szerintem majdnem a legtöbb dobban. Én azt gondolom, hogy ide kéne rakni a táblát szerintem. Igen, és mindig futás irányba, tehát hogy úgy nézem, mert megkavarja az embereket a pályára. Mondjuk nagyjából egy ilyen 5-6 méterre, vagy azt kéne meggondolni, hogy használjuk-e azt a kandellábert, azt a lámpahosszabbot, ami ott van. És szerintem annyival kéne talán előrébb hozni, hogy ha onnan ki akarnak jönni, akkor látom. Igen. Következőt azt azért kéne valahova oda belőle vagy ide kirakni, mert aki kijön a játszótérről, az még látja, és ezek a utakon, ha bejönnek, tehát ez a következő pozíció az itt. Öt táblát fogunk kihelyezni. Most határoztuk meg ezeknek a tábláknak a helyét. Azokra a csomópontokra, a legfontosabb pontokra rakjuk ki ezt, ahol egyébként ezt a futókört meg tudják közelíteni a futókocogók, hogy lássák lehetőleg minél előbb, hogy kerékpárral, babakocsival, görkocsával, gördeszkával nem érdemes elmenni erre a futókörre. Illetve négy lábbal a futókört lehetőleg kerüljük el. Van itt az Ignótus utca mellett egy szép nagy új kutyafuttató, tehát a kutyásokat arra kérjük, hogy elsősorban az ebeket oda vigyék sétáltatni, mozogni, és ezt a futókört ezt hagyják meg a futóknak, gyaloglóknak, sétálóknak.